Új együttműködési megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem és a Kolozsvári Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem december 7-én. A két intézmény új képzési területekkel bővíti 2008 óta fennálló partnerségét. Az új dokumentum tovább lépést jelent az oktatási és a képzési kapcsolatokban, de a tudományos kutatások terén is bővíti az együttműködést. Pető Károly, a Debreceni Egyetem általános rektor helyettese elmondta, ez a mesterképzést, a kettős diplomát adó programokat és a doktorandusz képzést is érinti majd. A Szapiencia Egyetem és a Debrecen Egyetem között került sor aláírásra, egy megállapodás aláírására, aminek több mint 15 évre visszanyúló tapasztalatai korábbi együttműködés alapozta meg ezt a szerződést, amely egy magasabb szintre helyezi az oktatási, kutatási, tudományos kapcsolatainkat. Elsősorban a képzés területén változtak azok az irányok, amelyeket vállaltunk ezen megállapodás kereteiben. Ez a kettős diplomát adó képzések, elsősorban a mesterképzésekre vonatkozó együttműködés, hisz korábban is voltak már ilyen jellegű fejlesztések, közös együttműködések, elsősorban alapképzési szakok és közös tananyagfejlesztések vonatkozásában. Most a mesterképzésekre szeretnénk jobban összpontosítani, illetve az ezt követő doktorképzés lenne a PhD képzés. Az együttműködési megállapodás mellett egy konzorciumot is aláírtak, amely elősegíti a Kárpát-medencei Magyar Felsőoktatás Egységességét. Ez a konzorcium az erdélyi önálló magyar nyelvű magánegyetemi hálózatnak a három intézményét tömöríti egy egységes jogi személybe, a Szapiencia Egyetemet, a Párciumi Keresztény Egyetemet és a Protestáns Teológiai Intézetet. És hát ugye ezáltal, hogy a konzorcium is szerződő viszonyba került, sokkal hatékonyabban és sokkal szélesebb körülön lehet megvalósítani például diákmobilitásokat, oktatói mobilitásokat, hisz ez a konzorcium fedi azért földrajz értelemben is Erdélyt Nagyvárattól egészen Sepsiszentgyörgyig, tehát egy olyan kedvező keret lehet, amelyik megfelelő háttérintézményként tud működni a Debreceni Egyetem és a teljes Erdélyre terjedő felsőoktatás között. Jávor András rektori főtanácsadó, a Magyar Rektori Konferencia határon túli bizottságának alelnöke azt mondta, 2007 óta igyekeznek segíteni a határon túli felsőoktatást.